Több raklapnyi fűtőanyag várja, hogy felhasználójához kerüljön Decsen. A gyűjtőhelyre most meglévő mennyiség mellé még egy kamion brikettet várnak Nyíregyházáról. A decsiek a belügyminisztérium 12 000 forintos keretét már szétosztották. Az elmúlt hónapban fejeztük be 420 köbméter tűzifa szétosztását Decsen a háztartások körében, amit még a belügyminisztérium támogatásból, illetve önkormányzati önerőben biztosított a képviselőtestület a lakosság számára. A fabriketből családonként 140 kiló jut majd. Összesen 433 család részesült a támogatásban, ami közel a település egyharmadát jelenti. Azért választottuk a biobrikettet, mert ez nagyjából egyébként fél köbméter tűzifának felelt volna meg, és annak a beszállítása és egyéb költsége azzal meghaladta volna azt a forrást, ami rendelkezésre állt. A tüzelőanyag kiosztásáról minden család értesítést kap. Emellett a balesetek elkerülése érdekében egy tájékoztatót is szétosztanak, mert a brikett nem megfelelő használata robbanáshoz vagy tűzhöz is vezethet.